Vegyes számokkal rukkolt elő tegnap esti gyors jelentésének keretében az Apple. Az árbevétele kissé elmaradt a várakozásoktól, ráadásul az idei év első negyedévében először fordult elő 2003 óta, hogy negyedéves alapon árbevétel visszaesést kénytelen elkönyvelni a vállalat. Öröm az ürömben, hogy a profit viszont rekordszintet döntött, az EPS 3,28 dollár lett az utolsó negyedévben, miközben az elemzők csak 3,22-re számítottak. Nem jó hír azonban, hogy Tim Cook elnök vezérigazgató, aki korábban rendszeresen optimista hangot ütött meg, ezúttal beszélt Kínával kapcsolatos aggodalmairól, ráadásul szót ejtett a kedvezőtlen devizahatásokról is. Az Apple árbevételének kétharmada az USA-n kívülről származik, így az erős dollár és a gyengélkedő fejlődő piaci devizák mindenképpen kifejezetten negatívan érintik a vállalatot. A részvények a híreket követően a zárás utáni kereskedésben mintegy 2,5%-kal értékelődtek le. A mai napon számos fontos makrogazdasági esemény mozgathatja majd a kereskedést, azonban a főszerep ismét a Fedé lesz. Magyar idő szerint este 8 órakor tart ülést a kamatdöntő testület. Bár egyébként a piac ezúttal a decemberi kamatemelést követően nem számol most hasonló lépéssel, az ezt követő sajtótájékoztató azért mindenképpen irányadó lehet a jövőbeli elképzelésekkel kapcsolatban.